Szeretett testvéreim, a Galatákhoz írott levél 4. részének 21-től 31-ig terjedő verseire figyeljünk. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni. Nem halljátok a törvényt? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szűr. Ez Hágár, mert Hágár a sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk, mert megvan írva, újjong, te meddő, akin nem szültél, vigadj és örvendj, akin nem vajuttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. De szép hasonlatot mond az apostol, amikor Ábrahámékra utal, és ezzel mutatja be, hogy mi a különbség, hogy valaki a törvény alatt él, vagy pedig az ígéret ajándékát ragadja meg Jézus Krisztusban. Azt mondja, hogy Ábrahámnak két fia volt. Bizony engedetlenségből, meg hitetlenségből, ugye Sára javasolta Ábrahámnak, hogy a rabszolganőt, a szolgálót, Hágárt vegye magához, és általa szülessen gyermek az akkori szokások szerint csináltak olyan megoldást, hogy amikor szült, akkor a feleség ölébe ült a rabszolga nő, és úgy tekintették, mint a feleségtől született volna a gyermek. Hát amikor Isten gyermeket ígért Ábrahámnak és Sárának, akkor nem ilyen ötvözött megoldásra gondolt meg, ilyen ferde útra. Azt mondja, ez csak test szerinti születés. Hanem amikor eljött az ígéret ideje, akkor Sára megszülte Izsákot. És azt mondja, hogy nem Izmáel a Hágártól született az igazi gyermek, hanem az ígéret szerint. És akkor ez az Izmáel üldözte Izsákot, és hát azt mondta az Úr, hogy üzd el a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökös, és a szabad asszony gyermeke, az ígéret szerinti lesz az örökös. Itt példán mutatja be, hogy mi Hágárnak a gyermekeként gondoljuk el magunkat, a szolgálatra szült szolga gyermekként. És azt mondja, hogy ez a sínai hegy ott a pusztában. És a mai Jeruzsálem, és ott azt írta, nem azt az új szövetség népét, nem a keresztény zsidókra utal, hanem a törvénytartó zsidó népre, hogy azok még mindig a szolga helyzetében járnak. A törvény alatt
roskadoznak. De azt mondja, mi nem a törvény alatt vagyunk, hanem Jézus Krisztusban bűnbocsánatot kaptunk, és úgy életet, amit elkezdtetek, és ezért, testvéreim, nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. Sokszorosan elmondta Pál ezt itt ezekben a fejezetekben, úgyhogy ha ismételgettünk, akkor ne unják meg a testvérek, hanem inkább legyen ez egy életre nagyon hangsúlyos a számunkra. Hogy micsoda különbség van, a között, hogy valaki a vallásos cselekedeteivel akar Istennek megfelelni, vagy pedig az érte eljött Jézus Krisztushoz menekül, tőle a bűnbocsánatot, és vele akar élni hálával Isten gyermekeként.